Halleluja! Ezzel a nagyon nagy, Istennek a nagyon nagy szeretetével hogy köszöntselek benneteket az Úr Jézus Krisztusnak a nevében, és ma szeretnék nektek beszélni, egy fantasztikus üzenetet szeretnék veletek megosztani, egy kis emberről, aki a kompenzálni akarta az ő elutasítottságát, és ezért egy olyan helyet választott magának, ami nagyon magas hely, egy fügefának a tetejére ment föl. Szeretnék veletek megosztani a megtérésnek az üzenetét. Mit jelent igazán a megtérés? És ha te ebben a helyzetben vagy, hogy szeretnéd Jézus Krisztus megismerni, mint igazán, szeretnél az Úrral találkozni, akkor ez a mai nap a te napod. Ez a te órád, ez a te perced, és úgy, ahogy Zákeus találkozott Jézus Krisztussal, ugyanúgy neked lehet egy személyes kapcsolatod, egy személyes közösséged ma Jézus Krisztusra. És köszöntelek benneteket nagy szeretettel, és köszöntöm az én testvéremet, akik itt vannak körülöttem. Ők az imádkozóink is, akik imádkoznak értetek, hogy ez a mag behújjon a szívetekbe, behújjon a ti életetekbe. És köszönöm a technikusoknak is, akik segítenek ennek a megoldásában is. Az Úr áldjon meg benneteket, és tégedet is, aki most nézel ezt az alkalmat. A Zákeus történet a Lukács 19-ben van megírva. És bemenvén általment Jézus Jerikón, és ímé volt ott egy ember, aki nevéről Zákeusnak hivattatik. Zákeusnak. És ő fővámszedő volt. Tehát ő volt a fő apekos. Fő navos. A navosoknak egy igazgatója. Abban a városban ő volt az osztályvezető. És gazdag ember volt, nem szegény, hanem nagyon módos, nagyon vagyonos ember volt. És igyekezett Jézus Krisztust látni, hogy kicsoda az, mert Jézus átment Jerikón, és nagy tömeg vette körül Jézus Krisztust. De nem láthatta, mivel hogy termete szerint kis ember volt. Zákeus fővámszerű volt, de termete szerint alacsony ember. Nem tudjuk, milyen magas lehetett a zsidók, eleve nem magas emberek, de ő közöttük is még egy nagyon alacsony növésű lehetett, akkor valószínűleg egy olyan 150-es méret lehetett. És mivel termete szerint alacsony, kis növésű ember volt, előre futott, tudta, hogy Jézus okos ember volt, előre futott, és felmászott egy eper fügefának a tetejére, felmászott egy eperfügefára, hogy láthassa Jézust, mert arra volt elmenendő. És mikor arra a helyre tudott Jézus, feltekintett Jézus, és látta őt, és mondta neki, Zákeus, Jézus tudta Zákeusnak a nevét. Jézus Krisztus tudja a te nevedet, és neveden szólít. Azt mondja az Úr, neveden hívtalak tégedet, enyém vagy. És tudja a te nevedet, hogy István, Mária, Tamás, József, Judit, akárhonnan jössz, Dávid, András, Piroska, ma tégedet szólít az Úr, szólít meg tégedet, hogy gyere haza, gyere le a fáról. Zákeus, hamar gyere és szállj alá, mert ma nekem a te házadnál kell maradnom. Jézus azt mondta, hogy gyere le, mert akkor költözök be hozzád, ha leszállsz a fáról. Kedvesem, neked is van a te életedbe, azon megírva a bélpoklos Naamánról, hogy nagyon megbecsülte őt, az ő ura, de volt egy problémája. A szíriai hadseregnek a hadseregének a vezetője volt, de volt egy problémája, bélpoklos volt. És volt egy problémája, leprás volt. Lehet, hogy neked megvan mindened, van gazdagságod, van jóléted, de a családodban van egy problémád. Van, a gyermekeid elfordultak tőled, vagy az unokáid. Lehet, hogy van pénzed, de a fizikális tested nem egészséges. Lehet, hogy egészséges a te tested, de éppen az anyagi forrásaid folyamatosan szűkösek. Vagy meg vagy kötözve félelemmel, meg vagy kötözve hazugságokkal, és nem tudsz este aludni, mert gyötör valami téged esténként. Vagy a pánik, és de antidepresszánsokon élsz.
és próbálod meg tartani magadat, próbálsz meg kompenzálni, és lehet, hogy mások nem is tudják, mert szégyeled ezt, és próbálod kompenzálni a nehézségedet valamivel, és felmászol egy fügefára. Zákeus egy alacsony ember volt. Tudjátok, aki harcol valamivel, sokan harcolnak a félelmekkel, sokan a depressziókkal, sokan a pánikkal. És ezek az emberek, akik harcolnak, és ha te ilyen ember vagy, ilyen asszony vagy, van egy jó hírem. Jézus Krisztus, az Istennek a fia, ma meg akar szállni nálad. Jézus Krisztus, Jézus doktor ingyen gyógyít a mai napon is. Ha bejön hozzád, minden megváltozik. Azt olvashatjuk Zákeusról, hogy Zákeus tudta, Zákeus egy fővámszerű volt. Miért? Mert ment előre. Ő egy nagyon ambiciózus ember volt. Ha te ambiciózus ember vagy, ambiciózus asszony vagy, az nem probléma. Csak sokan olyan ambiciózusok, hogy a többieket elnyomják. Többieket félreteszik, hogy ők kerüljönek előre. Zákeus egy kis ember volt, mégis fővámszerű lett. Van, azt mondja a magyar közmondás, nem rőfel mérik az embert, és vannak, akik alacsony növésűek, de nagyon nagy ajándék van bennük. És lehet, hogy neked vannak testi hibáid. Lehet, hogy nem valami a testedben van egy gyengeség. De egy fontos. Az Úr azért jött, hogy életed legyen, és bővölködő életed. Hogy a jó dolga van a lelkednek, mindenben jó, legyen jó dolgot, és legyen jó egészségben. A fővámszerű ember ilyen volt, és gazdag volt. Tudjátok, hogy a gazdagokat is szereti az Úr? Nem csak a szegényeket, sőt, fontos dolog, aki Krisztusban van, annak meg lesz minden, helyre fog állítani, tud állítani Isten mindent az életedbe, hogy akármilyen körülmény között vagy, Isten bőségébe tudjál lenni, az ő jóságával betöltekezve. Azt mondja, igyekezett ez Jézus Krisztus látni. Zákeusba benne volt, hogy akarta Jézus látni. Benned van, hogy akarsz Jézussal találkozni. Miért? Mert azért nézed most ezt a tanítást. Azért nézed most ezt az üzenetet, mert akarsz valamit Istentől. Akarod megismerni jobban őt. És mit csinált? Hallott róla. Lehet, hogy hallottál, hogy az Új Szövetség gyülekezetben csodák vannak, és megnéztél egy csoda alkalmat. Lehet, hogy hallottál valakiről a gyülekezet tagjai közül, vagy néztél a Facebookon, vagy az interneten ránk találtál. Egy fontos dolog, hogy neked lehet egy személyes találkozót a názareti Jézus Krisztussal. Hogyan? Nem úgy, hogy Jézus lejön ide fizikálisan és megérinted ő. Lehet, hogy ez történik. De a Szent Szellem által most hallod az Úrnak a szavát rajtam keresztül. Hallod Istennek az igéjét, és ha megragadod ezt az üzenetet, és azt mondod, Uram, én akarok veled találkozni, ahogy Zákeus találkozott vele, én ma akarom, hogy az én bennem vegyél lakozást, hogy én nálam szálljál meg, Uram. Akkor meg fogja ezt történni. Hogyan? Mindjárt fogjuk venni. Azt mondja itt Istennek az igéje, és igyekezik látni, és a sokaságból nem látta. Sok ember szeretne találkozni az Úrral, vagy Isten embereivel, de eltakarják előle, eltakarja a vallás, eltakarják tanítások, sokszor a szülők nem engedik a gyermekeket, hogy találkozzanak igazán Jézussal, mert csak egy szertartást adnak eléjük, és azt mondják a gyermekek, én is azt mondtam, református lelkész gyermek vagyok. Jártam minden vasárnap, és hetente egyszer vagy kétszer templomba. Vasárnap kétszer, délelő délután. Édesapám egy fantasztikus ember, és nagyon-nagyon drága, most már újjászületett lelkipásztor, 81 évesen szolgál. De egy református papgyereknek is újjá kellett születnie. Egy református lelkésznek is újjá kell születni, mert nem születik valaki újjá, nem láthatja meg Istennek a királyságát. Ezt mondja maga Jézus Krisztus. És fontos, hogy nekem is le kellett jönnöm a fámról, neked is le kell jönnöd a fádról, le kell jönnöd a magaslatról, ahol te ülsz. Miért? Mert akart a Zákeus látni Jézus, de honnan? Felülről. Nem alulról, felülről. Ó, mindent belát, mindent tud kontrollálni. És lehet, hogy kompenzálni akarod a gyengeségeidet valamivel. Én is akartam kompenzálni. Mi történt? Egyszer az Úr akart velem találkozni. Ő már régóta hívott. Te, aki most nézed ezt az üzenetet, nézed a mai tanítást, el szeretném neked mondani, hogy nem te választod ma Jézust, hanem már Jézus előbb választott. A mennyei atya már kiválasztott téged a föld megalapításának előtte. Mielőtt nem születtél meg, mielőtt még a földet megteremtette volna, már akkor tudta, hogy te az Úré vagy, és vár tégedet,
haza. Vár téged, hogy nálad akar ma megszállni az Úr. Ez a fantasztikus. És azt mondja, hogy azt mondja az ige, hogy előre futott, felháfágott az eperfügefára, a negyedik vers, hogy láthassa Jézust. Ha te látni akarod Jézust, tudod mit? Látod Jézus, ha engem látsz, miért? Mert bennem Jézus Krisztus van. Látod Jézus, ha Isten embereire ránézel, látod a Istennek az újjászületett embereit, bennük van Jézus Krisztus, a Szent Szellem által. Megjelent bennük. És ha hallod az evangéliumot valakitől, akkor bennük már bennünk van Jézus Krisztus. És tudod mit? Ma nálad akar megszállni. És azt olvashatjuk, hogy láthassa őt, és elment, előre futott, és felmászott az eperfügefára, ahol tudta, hogy Jézus arra fog elmenni. És mikor arra a helyre jutott Jézus, sokan követték Jézust. Lehet, hogy más fügefákon is lógtak emberek. De Zákeus csak egy volt. És Jézus látta Zákeusnak a szívét. És tudod mit? A Szent Szellem ott van és cselekszik a te életedbe. Az Úr látja a te szívedet, láthatja a motivációidat. Miért? Mert ő vonzott tégedet, ő vonz ma tégedet, hogy ha ma az ő szavát hallod, ne keményítsd meg a szívedet, hanem térjél meg hozzá. Gyere le a fügefáról. És azt mondta, és mondta neki, Zákeus. Felnézett, azt mondja, Zákeus! Meglepődött ez a főnök, meglepődött ez a főapekos, szép ruhában volt, szép köntösben, mert gazdag ember volt. Hamar szállj alá! Nem azt mondja, hogy majd, ha akarsz, valamikor mász le, gyere azonnal! És meg kellett alászkodnia, le kellett szállnia a fáról. Kedves barátom, kedves testvérem, van egy jó üzenetem, gyere le a fáról. Alászkodj meg! Tudjátok, jó megalászkodni. Az alázatos ember nem lehet megalázni. Ha egyszer megalázod magadat, van egy jó hírem, Isten fel fog téged magasztalni. Miért? Mert nálad akar lakni, ott akar benned élni. És azt mondja az ige, azt mondja, hogy miért szállj alá, mert ma nekem a te házadnál kell maradnom. Nem csak bemegyek hozzád, ott fogok lakni. Ott fogok nálad aludni, ott fogok nálad élni. Jézus nem csak egyszer csak be akar ugrani hozzád, ott akar nálad lenni. Jézus be akar költözni a te életedbe, be akar költözni a te családodba, és át akarja alakítani az egész életedet, a családodat, az anyagi életedet, a vállalkozásodat, a szolgálatodat és a jövődet. Ha valaki, hova bejön Jézus Krisztus, ott mindent átalakít. De van egy jó hírem, van, amit ő meg is fog szabadítani téged. A démonoknak kint lesz a helye, a Szent Szellemnek meg bent a helye. Amen. Ahova Jézus beteszi a lábát, ott a démonoknak kifele. Ez a helyzet. Ezért szeretem nagyon a szabadító szolgálatot. Tudjátok miért? Amikor hirdetem az evangéliumot, én szeretem, amikor az emberekből kimennek a démonok. Jézus, amikor prédikált, van, akiből hangos szóval kimentek a démonok. Miért? Mert nem bírják Istennek az erejét. A kenet alatt megromol az iga, megromlik, a démonoknak ki kell menekülniük a te életedből. Miért? Mert eleget gyötörték a te életedet. Eleget gyötörték, akár kisebb rendűségekkel, félelmekkel, elutasítottságokkal, magánnyal, depresszióval, a különböző kötelékeid, a különböző pótszerekkel az életedbe. De van egy jó hírem. Az Úr nem kárhoztat téged. Nem azt mondta neki, Zákeus, mit képzelsz magad után, nagyképű? Alázd már meg magadat? Nem. Zákeus, hamar szállj alá. Gyere! Gyere, ma nálad, ma hozzád fogok bemenni. És sietve leszállt, és örömmel fogadta őt. Zákeus örömmel fogadta Jézust. Te ma örömmel fogadod az Úrnak a szavát, azért hallgatod. És mi örömmel fogadunk tégedet. És Jézus örömmel fogadta Zákeust. És mikor ezt hallották az emberek, zúgolódtak. Zúgolódtak, mondván bűnös emberhez megy be. Egymás között morogtak. Mit képzel ez? Hova megy ez? Nem tudja, hogy ki ez az ember. Bűnös ember megy be szállásra. Egy rabbi, egy zsidó rabbi nem mehetett be akárkihez. De van egy jó hírem. Akármilyen bűnös vagy, akármit tettél, akármit követtél el, az a jó hírem, hogy Jézus Krisztus bemegy hozzád is. Amen. Bemegy a te házadba, bemegy a te életedbe, és megváltoztatja ezt. Tudjátok, hány embernek a házába mentem be? Mentem én mafiózósokhoz is. Mentem olyan emberekhez, akik ez nem mindenki ment volna be. Mentem be putriba is. Nem felejtem el soha, amikor először mentem Kárpátaljára. És bementünk egy roma telepre. És ott volt egy ember. Egy nagy darab roma ember. És nagyon gőzölgött. A szószoros értelmében. Nem volt jó illat abban a kis szobácskában.
De ott ült az ágyán, és bementünk, hogy imádkozzunk érte, hogy meggyógyuljon. És elmondta a megtörő imádságot, kis szobácska volt. És oda is bement Jézus. Hogyan? Rajtunk keresztül. Bement Szer Józsával, elmentünk, és imádkoztunk érte. Soha nem fogom elfelejteni. Akkor kimentünk a roma telepre, megkérdeztem Szer Józsától, mondom, mi csináljunk? Hogyan kezdjük el itt a gyülekezetet? Azt mondja, tudod, Tamás, úgy, ahogy akarod. Itt még soha nem hangzott el az evangélium. Mosolják először rajtad keresztül. Elővettem a gitárt, és én tanítottam meg az első magyar éneket ott abba a táborba, Isten kegyelméből. És a mai napig éneklik, már például új énekek vannak, már az Amarodel csapat már saját énekeket énekel réges-régen. De valahol 32 évvel ezelőtt, 31-2 évvel ezelőtt valaki el kellett menni. Egy másik emberen keresztül el kellett vinni az evangéliumot. És bemegy Jézus, bement, most Isten használja az internetet. Ezért vannak a közvetítések, ezért van, hogy most is hallod ezt az üzenetet. Ezért vannak, hogy halljad, hogy ma, ha az ő szavát hallod, akkor bejöjjön Jézus az életedbe. És azt mondja Zákeusról, azt olvashatjuk, hogy azt mondták, hogy bűnös emberhez ment be Zákeus a rabbi, és morgolódtak. Tudod, van egy fontos dolog. Ha arra akarsz figyelni, hogy mit mondanak az emberek, akkor azt mondja Pál, ha még embereknek akarnék tetszeni, az Úr szolgája nem volnék. Sokszor az emberek nem szeretik azt, amit csinálunk. Sokszor az emberek nem szerették azt, amit Jézus csinált. A farizeusok, a vallásosok nem szeretik azt, ha valaki prédikálja az evangéliumot tiszta szívvel. Nem szereti azt, ha nem fér bele a keretbe, abba a keretbe, amit ő úgy gondol, hogy az ő keretje. Jézus mindig átszakította ezeket a kereteket. Mindig átlépte ezeket. Miért? Sok embert megbotránkoztatott. Miért? Mert Jézus a bűnösöknek a barátja. És Jézus Krisztus azért jött, hogy életed legyen, és bővölködő életed legyen. És én is a te barátod vagyok. Mindegy, hogy milyen bűnbe vagy. Sokan elutasítják az embereket, különböző bűnökben vannak. Jézus Krisztus még a prostituáltból is kiűzte a démonokat. Mária Magdaléna is megszabadult, 7 démon tűzött ki belőle. Nem azt jelenti, hogy ha valaki megtér, akkor tovább éli úgy az életét, ahogy volt. Nem. Ha valóban bemegy Jézus, és ha bemegy a te életedbe, ott változás lesz. Figyeljétek meg, mi történt Zákeusnál. Zákeus megalázkodott, alászállt, az egész tömeg látta, Jézust befogadta a házába, és azt olvashatjuk, mikor pedig Jézus bemegy. Zákeus pedig előállván, mikor már bement hozzá Jézus, mondta az Úrnak, Uram, ímé minden vagyonomnak a felét a szegényeknek adom. És ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, 4 annyit adok vissza. Tehát, akit megzsaroltam, pereskedtem vele, és elvettem tőle jogtalanul, 4-szer annyit fogok visszaadni. Tudjátok, ebbe az időben a vámszedőknek, ők általában kapuba ültek, és ott szedték a vámokat, és hát valamit zsebre dolgoztak. Korrupció ott is volt. És azt mondja, valakitől így valamit elvetem, 4-szer annyit fogok neki visszafizetni. Van, Isten igéje azt mondja, valakit a tolva jön és lop, és ellop egy juhot, ha levágja, akkor 4-szer annyit fizessen egy juhért, 4-szer annyi juhot. Tehát van a kárpótlásnak is törvénye. Azaz, amit tettél, akkor jóvá tételnek van egy törvénye. Tedd jóvá azt, amit te tettél, ami rajtad áll. Van, aki nem tudja jóvá tenni, mert annyi milliót sikasztott. Isten nem azt kívánja tőled, hogy olyat tegyél, amit nem tudsz megtenni, de ami rajtad áll, azt tedd jóvá. Ha bántottál valakit, akkor bocsáss meg, és kérjél tőle bocsánatot. Ha valamit tettél, akkor áll is helyre a te életedbe. Sokan azt mondják, jöttem, hát mások is csináltak rosszat, én is csináltam rosszat, semmi gond nincs el benne, élem tovább az életemet úgy, ahogy eddig volt. Ha valakihez egyszer Jézus beteszi a lábát, én amely családba beteszem a lábamat, ahol a család látogatásra meghívnak, ha meghisz magadhoz, és el tudok menni, akkor garantálom, hogy az a család meg fog változni. Istenek a kegyelméből mondom ezt. Ahova betettem a lábamat, ott a hitetlen férjek megtértek, ott a hitetlen feleségek megtértek, vagy a gyermekek, vagy valami történt abba a családba. Ahova Jézus betette a lábát, az a család megváltozott. Ahova beteszi most az Úr, ha bemegy hozzád, ha behívod ma Jézus az életedbe, garantáltan nem leszel ugyanaz, aki voltál. Miért?
Mert jön a Szent Szellem, és bűnbánatot ad neked. Miért? Mert elkezd benned dolgozni. Én amikor megtértem, másnaptól olvastam Istennek az igét, és másnaptól szólt hozzám a Biblia. Azelőtt is olvastam, azelőtt, mint református lelkészgyerek olvastam Istennek az igét. De nem értettem, csak az elmémhez szólt, de igazán nem értettem, a szellememhez nem szólt. De amikor újjászülettem, tudjátok, mi történt? Ide belülre szólt Istennek az igéje, és minden nap vezetett engem. És ez jön a te életedbe. A mai naptól fogva, ha befogadod Jézust az életedbe, bejön. Ha befogadod, azt mondja Jézus, hogy az ajtó előtt áll és zörget. Valaki meghallja ezt a szót, és megnyitja az ajtót, bemegy ahhoz, és vele fog vacsorálni. És ezt akarja az Úr. Sok kereszténynél, akik egyszer elfogadták Jézust, de aztán Jézus kiszorult az ajtón kívülre. Már nem őt követik réges-régen, hanem a saját akaratjukat követik. De van egy jó hírem. Ma, ha az ő szavát hallod, nyisd meg a te szívedet, nyisd meg a te értelmedet, a te lelkedet, és kérd az Urat, igen, fogunk imádkozni most a tanítás végén, szolgálat végén, hogy a te életedbe be tudjon jönni Jézus Krisztus, hogy fogad be. Hogyan? Úgy fogadod be, hogy döntesz. Döntesz, hogy igen, Uram, én lejövök a fámról. Igen, Uram, én lemondok a szégyen takargatásáról az életemre. Miért? Mert amikor Jézus elé került Zákeus, tudjátok, mi történt? Lehet, hogy Jézus egy fejjel nagyobb volt tőle, és így nézett Zákeusra. De Jézus nem nézte le Zákeust. Lehet, neked ugyanúgy, nekem is el kellett mondanom, Uram, mi az én bűnöm? Le kellett mondani a szégyen takargatásról. De Jézus nem szégyenített meg engemet. És tégedet se szégyenít meg Jézus, és mi se. Akármilyen gyengeséged van. Lehet, hogy biszegbe jössz be, van, akik tolószéken jönnek be, van, akik parókával jönnek be, mert éppen kemoterápiád kezelésük van. Van, akiket éppen a férjük csalt meg, vagy a feleségük csalt meg, és most hagyott ott. De akkor is vár az Atya haza. Akkor is, gyere, mondj le a szégyen takargatásról. Miért? Mert nem leszel elutasítva. Nem úgy fogunk téged nézni, ahonnan jöttél. Jézus nem úgy nézett Zákeusra, mint egy bűnös emberre, még ha a nép úgy is nézett rá, hanem úgy nézett rá, mint Ábrahámnak a fiára, úgy nézett rá, mint a jövő szolgálattevőjére, úgy nézett rá, mint a jövő apostolára, vagy profétájára, vagy szolgálattevőjére, vagy Istennek a fiára. Most itt olvashatjuk. És azt mondta, mondd neki Jézus. Ma lett üdvösség ennek a háznak. Ma lett. Miért? Mikor Zákeus megvallotta, Uram, ha valakitől elvettem valamit, visszatérítem. Miért ránehezettek a bűnei? Ránehezettek azt, hogy ő másoktól, másokat meglopott. És azt mondja, ma lett üdvössége. Itt azt mondja, egy görög szó szerepel, a szódzó. A szótéria szerepel itt. Azaz, szabadulás, megmenekülés, megmentés és üdvösség. Azt is jelenti, hogy oltalom, védelem, épség és egészség. Azt is jelenti, hogy karbantartás, megőrzés és megtartás. Tehát Zákeusnak üdvössége lett, Zákeusnak megmenekülése lett, Zákeusnak egészsége lett. Miért? Azt mondja, ma lett üdvösség ennek a háznak. És tudjátok, mit van egy jó hírem? Ha Jézus befogadod az életedbe, nem csak a te életed fog megmenekülni, hanem üdvözülsz te is, mind a te házad népe is. Úgy, hogy Zákeusnak a háza népe is, az egész háza népe üdvözülheted, mert üdvössége lett. Ha háznak a feje megtér, ha megtér valaki egy házból, akkor egy garantálom, hogy ott, és elkezdesz azért imádkozni az egész házad népére, az egész ház, és szólok a te házad népének, és szólok, profétálok a te életed felől. Reble podrek lajszum mandogra, jebrosen nem oglájszá. Nem hagylak téged egyedül. Reblegora, nem leszel egyedül a hitedbe. Nem leszel egyedül a szolgálatodba. Ne félj. Reblegionemoglájszá, de akármit mondanak most, mert a harcot én már megvívtam. Reblegla, én már elvégeztem. Én tudom az én dolgaimat. Reblegláitar, és az én dolgom az békesség gondolata, nem háborúságnak a gondolata, hogy jó véget érjen a te dolgod. Reblegromatramblosszannamaglájszá. Ne félj, mert én veled vagyok. Veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened. Megerősítlek, sőt megsegítlek, és az igazságom jobbjával foglak téged támogatni. Akit a föld utolsó részéről hívlak. Hívlak tégedet a véghatárairól. Hívlak tégedet az utolsó helyekről is. És szólok a te házad népe felől. Az én életed, a te tested felől is. Uram, köszönöm neked. Így van, labrak láj, de prédok rausz. Te a csontok is, hogy helyreálljon. A te életedbe levő rendellenességek rendeződjönek az Úr Jézus Krisztusnak a nevében. Most, Uram, a te dicsőségedre. Reble kompálosszon elajsz. Uram, köszönöm, hogy ami emberné lehetetlen, az Istené lehetséges.
A Szent Szellem ma szól hozzád. Három, a gyere. Gyere le a fáról. Gyere haza. Gyere, és fogadd be a házadba Jézust. Mivel azt mondja, mivel, hogy ő is Ábrahámnak a fia. Mert azért jött az embernek a fia. Tudod, miért jött? Jézus Krisztus. Hogy megkeresse, és megtartsa, ami elveszett. Ha elveszett vagy, mondom neked, a mai, most ez a te órád, ezek a te perceid, eljött a te időd, hogy te legyél a megtaláltatott. Mert megkeresse, és a megkeresni szó azt jelenti itt a görögbe, keres, felkeres, kutat, vizsgál, tudakozódik, törekszik valamire, nélkülöz, hiányát érzi valakinek, kívánkozik, vágyakozik valakire. Hagyd mondjam el neked, hogy az ember fia azért jött, hogy megkeresen tégedet. Azért jött Jézus, hogy megkeresen téged. Azért hallod most ezt az üzenetet, mert Jézus keres rajtam keresztül tégedet. Azért hallod most ezt az üzenetet, mert vágyakozik rád Istennek a szelleme. Vágyakozik, hogy bejöjjön a te életedbe. Azért hallod most ezt az üzenetet, mert Jézusnak hiányérzete van nélküled. És nekünk is hiányérzetünk van nélküled. Miért? Mert Krisztus testébe hiányzol. Mert hiányzol a nyájból. Ha pásztor lát egyetlen egy bárány, ha látom, hogy valaki hiányzik, akkor megyek utána. Van, akinek megyek az emeletre, van, akinek megyek Bősre, van, akinek megyek utána Pestre. És elhozom. Megyek utána drogos. Én a drogosokért is mentem. Mentem én nagyon sok helyre. Miért? Mert az Úr vitt engemet, hogy menjek el a bárányokért, az egyért is. Azt mondta, hogy megkeresse, és utána nem csak megkeresi, nem csak kutatókozódik, hanem megtalálta a bárányát, megtartja. És itt van a szódzószó. Megtart, megőriz, megment, kiszabadít, biztonságba helyez, meggyógyít és üdvözül. Ezt jelenti a megtart. Jézus Krisztus nem csak azt csinálja, az embernek a fia nem csak azért jött, mert hogy csak vágyakozott utánad, nem csak azért jött, hogy megkeresen, hogy megkutasson, hogy kikutasson tégedet, hanem azért jött, hogy megtartson, hogy meggyógyítson, hogy örök életed legyen, üdvösséged legyen, helyreállítsa az életedet, biztonságba helyezzen, kiszabadítson tégedet az ördögnek a markából. És azért hallod most ezt az üzenetet. Azt is jelenti, hogy meggyógyít, megőriz, és helyreállít tégedet. Azt is jelenti, hogy üdvözít, örök életed lesz. Mind ez benne van a szódzóba. Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, már 16-16, aki nem hisz, elkárhozi. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik az én nevemben, démonokat űznek, új nyelveken szólnak, betegre vetik kezüket, és azok meggyógyulnak. Aki hisz és megkeresztelkedik, szódzó. Aki hisz, ha ma hiszed, hogy Jézus az Istennek a fia, és lejössz a fádról, lejössz a magaslatodról, és befogadod Jézust az életedbe, behívod a te házadba, akkor ma neked szódzód lesz. Amen. Mert Jézus már keresett tégedet, az Úr már keresett tégedet, és ezért hívott tégedet, és azért hív most rajtam keresztül is. És nem csak te fogsz üdvözülni, hanem üdvözülsz te, és az egész házad népe is. Halleluja. És utána megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Milyen állapotban vagy most? Az elveszett azt jelenti, elpusztult, tönkretett, megsemmisített, romlásba vitt. Elveszett. Megsemmisült. Elkárhozott, azt is jelent. Elveszett. Hol vagy te most? El vagy veszve? Vagy úgy gondolod, én itt vagyok a fámon. Lehet, hogy a fádon ülsz, de nem jön Jézus be a házadba. Gyere le a fáról. Gyere le! Gyere le, drága barátom, drága ismerősünk, fele barátunk, testvérünk, volt testvérünk. Mász le a fádról. Gyere! Ma Jézus a te házadnál akar megszállni. És megkeresett Jézus, azért jött, ahogy Zákeus megkereste. Lehet, hogy kompenzálod a kisebb rendűségedet valamivel, de most, ha te vagy ez az ember, ez az asszony, ez a lány, ez a fiú, aki ott vagy, és szükséged és vágyódásod van, szeretnéd, hogy Jézus beköltözön a te életedbe, akkor kérlek tégedet, most ott a helyeden. Mondd utánam ezt az imádságot, és ti is, akik itt vagytok, együtt fogjuk ezt megvallani. Mondjátok utánam, Úr Jézus Krisztus, én tudom, hogy te vagy az Isten fia, és lemondok a szégyen takargatásról, és megalázom magamat, és lejövök az én fámról, ahogy Zákeus lejött a fájáról,
és köszönöm, hogy nevemen szólítottál engem. És én engedelmeskedem neked. És gyere be az én életembe. Megnyitom az én szívemet, megnyitom az ajtót, és Uram, Jézus Krisztus, gyere be az én életembe. És legyél az én életemnek Ura és Királya. És akarom, hogy bennem élj, és nálam lakjál, és szűj engemet újjá. És én alárendelem az életemet te neked. És kijövök a régi életemből, és téged foglak követni. Egész életemmel. Az Úr Jézus nevében. És köszönöm, hogy elfogadtál, és a te gyermeked lehetek az Úr Jézus Krisztusnak a nevében. Amen. Halleluja. Nagy öröm van a mennybe egy bűnös embernek a megtérése fölött. Örült Zákeusnak a megtérése fölött, és örül a te megtérésed fölött. És kedves testvérem, most már hagy szólítsalak így. Szeretném elmondani neked, hogy négy fontos dolog kell, amikor valaki megtér. Amikor egy baba megszületik, akkor szüksége van először is levegőre. A levegő az imádság. Fogunk tanítani, rövid üzenetek lesz az imádságról is, meg tudod nézni majd a YouTube-on is, a Facebookon is. Kell, szólíts meg Istent úgy, ahogy ő van, szólíts atyának, kezdj el imádkozni a saját szavaiddal. Ne egy betanult imádságot, és keressél meg egy közösséget, legyen egy családod, szükséged van családra, aki szeret tégedet, épít tégedet, tehát szükséged van gyülekezetre, egy élő közösségre. Ha nincsen közösséged, ha nincsen élő gyülekezet, ahova járjál, vagy eltértél az Úrtól, vagy most a világban vagy, vagy nincs gyülekezeted, akkor kérlek, hogy jelentkezz majd azon az oldalon, ami az újszövetség.hu-n tud, meg tudsz keresni bennünket, és tudsz küldeni egy üzenetet, és tudsz online gyülekezeti tagnak is akár jelentkezni, vagy hívjál bennünket. Szükséged van egy családra, szükséged van pásztorlásra is. Minden jónak szüksége van pásztorra. Szükséged van minden új babának szüksége van tejsire. Amikor az én kislányom megszületett, akkor nagyon éhes volt, és nagyon erősen szívott, és addig nem nyugodott, míg meg nem találta a tejcsit. És szükséged van táplálékra. Táplálék Istennek az igéje. Keressél, vagy vegyél egy Bibliát magadnak. Ha tudsz, ha írsz nekünk, akkor fogunk neked segíteni, hogy hogyan tudod az első lépéseket megtenni. És a következő, a negyedik, ha ma megtértél, akkor tegyél bizonyságot Jézus Krisztusról, és mondd el a barátaidnak, hogy mit tett benned ma az Úr. Mert ma, a mai naptól fogva nem leszel ugyanaz, aki voltál. Nem csak te, hanem a te házad népe is. Ezzel a szeretettel, ezzel a kegyelemmel megáldalak tégedet az Úr Jézus Krisztus nevében. És köszönöm neked, Uram, a gyógyulást. Azt mondja az Úr, nem csak a lelkedet gyógyítom meg, hanem a testedet is. Reble kávóran lasszonamo, és adok neked bizonyságot. Adok neked bizonyságot arról, hogy én egy élő Isten vagyok. És megmutatom az én hatalmamat a te életedbe. Ezzel a kegyelemmel elbocsájtunk titeket. Elköszönök tőletek. Az Úr Jézus áldjon meg, és várunk titeket. Várlak titeket az élő alkalmakon is, itt Miskolcon. És várlak benneteket, várunk benneteket a gyülekezetekbe, és online is. Ha szeretnétek kapcsolatot, akkor szívesen segítünk nektek. Az Úr Jézus Krisztus nevében elbocsájtunk benneteket. Amen.